Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit vissza a csatornámra, a mai napon pedig föl fogjuk telepíteni Fabrikkel együtt a World 1.16.2-re, és meg fogom azt is nektek mutatni, hogy hogyan tudtok akár egyik világból a másikba átvinni épületeket, komplex dolgokat és bármi mást, pár gomnyomással csak. És le is tudtok tölteni weboldalakról, akár komplet kastélyokat, komplett épületeket, vagy épület struktúrákat, vagy akár egy egész várost, és azt meg tudjátok építeni két-három gomnyomással. Lássunk hozzá! én nem fogok felinstalálni most semmit, de végig fogok menni minden egyes lépésen, és meg fogom mondani, hogy milyen sorrendben csináljátok ezt, és hogyan. Tehát először is elindítjátok a Minecraft launcher és ott rámentek az installations vagyis a második fülecskére, nektek lehet, hogy magyarul van, és utána rámentek az új fülre, a nyúrait, és föltelepítitek az 1.16.2-t vagy már 1.16.3 is, de arra még nem találtam Optifine verziót, úgyhogy ezzel fogom föltelepíteni most. Adok neki nevet, kiválasztjátok a dolgokat, és állítatok be neki, ha itt lehetőleg, akkor 4 vagy 6 giga Azért kell a Word egy kevés ram, hogy rendesen és optimálisan működjön, hogyha már nagyobb dolgokat beilleszetek. Utána erre nem lesz szükség most egy darabig. Fölmentek a fabricmc.net-re, egyébként minden linket megtaláltok lent a leírásban, Úgyhogy csak rá kell kattintanatok, nem kell keresgélni, le kell csak töltenetek, és be kell rakni majd a megfelelő helyre. Tehát fölmentek a fabrikáncnet és letöltitek a download installert, a windows.exe-t, és utána föltelepítitek, ahova föl fogja kínálni. Ha egyszer elindítottátok az 1.16.2-t, akkor ennek rendesen kell működnie, és itt, a, ha ezt fognátok elindulni, itt ki fogjátok választani az 1.16.2-t, hozzá a létezt, a legutolsó loader verziót, föltelepítitek, ha pedig ezzel készen vagytok, akkor letöltjük most a többi modot. Először is az Optic, Freget, Optic fogjátok letölteni, mivel Fabricet fogjuk felinstalálni a World Edit-et, nem pedig ö, forge -a. ami azt jelenti, hogy ezt le fogjátok itt tölteni, utána pedig átmentek a Fabric API-ra, mivel Fabricet csináltok meg, kiválasztjátok a második fülben, nem a description-nél, a files-nál ki fogjátok választani, rákatintottak a második fülnél, az 1.16.2-t, a harmadik mod, a mod loader, vagyis a mod menü lesz majd, az pedig a Curse for Journey megtalálható, ezt is letöltitek, a negyedik dolog, az a maga a Word Edit lesz, a linkben, amit rákattintotok, csak legörgettek szépen a legaljára, és letöltitek az 1.16.2-t. Majd pedig a legeslegutolsó dolog, amit föl fogunk rakni, az maga az Optifine lesz, és az Optifine-t is szépen letöltitek, úgyhogy följöttök ide szépen az Optifine.net-re, a Dánosnál az 1.16.2-t szépen letöltitek, és azt is be fogjuk rakni majd a mappába. Telepítés kész, akkor megkeressük a Minecraft mappátokat, a Minecraft mappátokat pedig, hogyha alapértelmezetten telepítettétek fel a játékot, akkor a C felhasználók, a neved, abdata roaming, pont Minecraft alatt fogjátok megtalálni, és ott bent, hogyha még nincsen, lehet, meg már van, egy mods mappát fogtok csinálni, mods, És ide be fogtok helyezni minden letöltött jar Az exit nem fogjátok ide betenni, amit letöltöttek, hiszen azt már föltelepítettétek, minden jar amit letöltöttek, az a fabric.api-t, a mod menüt, az et Opti az optifind, t és a wordedit fabric-et is ide fogjátok behelyezni és elindítjátok újra a Launcher-t, ugyanis ilyenkor újra kell indítani, mivel föltelepítettétek, miután elindítottátok egyszer a játékot, föltelepítettétek magát a Fabric-et, ezért meg kell, hogy alul jelenjen a fabric loader 1.16.2. És ha rá fogtok nyomni a play gombra, akkor elméletileg el fogja indítani a Fabric-et minden móddal betöltve. Ezt gyorsan megvárjuk. Nálam ez nem először fut, de valószínű van egy kis update rajta. Tehát betöltött minket a játékba, a mod loadert az direkt azért csináltam, vagyis a mod menüt direkt azért telepítettem föl, hogy látható legyen, hogy minden egyes modot betöltött rendesen. Nálam még van egy extra mod, én azt személy szerint használom még a filmezéshez, de ez nem kötelező. A mod menü, az ami föl van telepítve, OptiFabric és a World Edit is fönt van. Az OptiFabric kell, a Fabric miatt kell, hogy az OptiFine tudjuk használni. Az OptiFine elősegíti, hogy optimálisan működjön a Minecraftotok nagyobb FPS-et tudjatok játszani, és be tudjatok tölteni dolgokat problémamentesen. Nagyszerű. Ha most csinálni fogtok egy játékot, de még előtt elmondom, onnan tudjátok 100%-ra, hogy minden működik, hogy a bal alsó sarokban ki fog érni, hogy Optifine 1.16.2, azaz az Optifine működik, és a Fabric is elindult, és ott van, hogy modded. Ha most elindítok egy világot, amit mindjárt meg is teszek, gyorsan be fogja tölteni, nagyon fontos, hogy egy olyan világot, amikor beléptetek a játékba, nagyon fontos, hogy egy olyan világot indítsatok el. Én általában úgy szoktam először ezt megoldani, hogy ne legyen a később belőle problémám, hogy elindítok egy játékot, csítek és minden egyéb nélkül, és mikor beléptek, akkor rámentek a LAN menüre, és átállítjátok kreatívra, bekapcsoljátok a csíteket, és elindítjátok a LAN world-ot. Ha ezután kiléptek a játékból, akkor kikapcsolja a csíteket, és mindent visszaállít alapbeállításokra. És ha most megnyomjátok a tét, és visszaper, visszaper, beírjátok, hogy van, dupla akkor kaptok egy baltát a kezetekbe, egy fa baltát, és ezzel elméletileg már tudtok különböző akciókat csinálni, terraformálni, kockákat cserélni, és egyéb dolgokat. Gyorsan, röviden meg fogom nektek mutatni. A Word Edit egy nagyon-nagyon hasznos program, nagyon sok mindent lehet vele csinálni ki tudtok jelölni vele blokkokat, eltávolítani, hozzáadni, stb. Megmutatok nektek gyorsan egy parancsot, csak ez most nem arról szó fog szólni ez a videó, hogy hogyan használjuk a World et hanem hogy hogyan használjuk a Schematics-ot, és hogyan tudunk beilleszteni kisebb-nagyobb épületeket. A World ről később csinálni fogok majd egy külön ehhez szóló videót is. Tehát a World nek megmutatom nagyon röviden, hogy milyen funkciói lehetnek. Tehát kijelölsz két pontot, például ezt és ezt a pontot, és ezt a pontot ki tudod tölteni például levegővel, akkor el fogja tünteni azt a köztes blokk részt, vagy pedig föl tudjátok tölteni, el tudjátok távolítani. A Wörderiten nagyon könnyű építeni, és nagyon gyors és nagyon effektív, viszont oda kell figyelni, hogy milyen parancsokat is hogyan használunk, érdemes megtanulni, ebből adódóan a később folyamán fogok készíteni külön ennek egy dedikált videót, hogy mit és hogyan tudtok benne használni. Tehát akkor térjünk át a Schematics-ra, azaz magára a tervrajzokra, amiket tudunk majd használni magában a játékban. Tehát ha ezzel megvagyunk, akkor először megmondom nektek, hogy hogyan tudjuk létrehozni magát a Schematics mappát, amiben majd be fogjuk helyezni az építményeinket. Tehát ez úgy fog megtörténni, hogy először is röviden csak kijelölünk egy dolgot, tehát megvan ez a kőbaltánk, vagy ez a fabaltánk, így szépen kijelöltök egy pontot, és kijelöltök utána még egy pontot, és utána rámentek, hogy beírjátok, hogy copy, az azt jelenti, hogy 6 blokkot most a paletára másolt, utána beírjátok, hogy sem, vagy schematics, mind a kettő ugyanaz, save, és utána beírjátok azt a nevet, amit szeretnétek neki adni. Én ezt test 2-re nyomom. Test 2-t elmentette, azaz generálta a mappát ahova el fogja menteni a tervrajzainkat. Most kiléphetünk a Minecraftból, és be fogjuk helyezni ebbe a mappába azokat az építményeket, amiket majd szeretnénk beilleszteni ebbe a világba. Miután kiléptetek magából a játékból, fölmentek a minecraftsematics.com-ra, és innen letöltöttek egy kettőleges pályát. Fontos, ha regisztráltok erre az oldalra akkor kérlek, figyeljetek oda rá, hogy vannak olyan építmények, amik fizetősek. Ezek ki fognak titeket vinni egy második oldalra, azokat nem érdemes nagyon katítani, ha csak nem tetszik nagyon, akkor megvetitek, de egyébként 90%-a ingyenes, úgyhogy érdemes keresgélni, és érdemes valami olyasmit keresni, amit ingyenesen le tudtok tölteni, és tudtok használni. Na tehát akkor ezzel meg vagyunk, és sikeresen bejelentkeztem az oldalra. Tehát én ezt a pályát fogom letölteni, ezt itt kiválasztottam. Ez a pálya novalux van, a pályának a linkjelent megtalálható, és a hozzátartozó link is, hogy kikészítettes kacok, senkinek az ötletét nem vesszük el, nagyon köszönjük neki ezt a pályát, és meg fogom nektek mutatni, hogy ezt hova illeszitek be, hogyha megvan. Tehát, ha ez megvan, és letöltöttétek a fájt, akkor utána bementek vissza a vissza Minecraft -man pártokba, bementek utána a konfigba, a World Editbe, és a Schematics alatt pedig be fogjátok másolni a fájt, amit letöltöttetek. Ezt ide be fogom illeszteni, az neve, hogy Nether Portal Schematics, én ezt hozzá fogom, lefogom egyszerűsíteni, én ezt egy MP-re fogom csak leegyszerűsíteni. Nagyszerű. És utána visszamentek a minecraft -otokba. Ha visszaértetek be a Minecraftba, akkor először is keresni fogunk neki egy helyet, ahol ezt le fogjuk építeni. Mindig keressetek neki egy megfelelő nagyságú helyet, ugyanis vannak olyan építmények, amik hatalmasak, és problémát okozhatnak nagyon durván hogyha nem megfelelő helyre rakjátok, illetve hatalmas bugot vagy glitchet tudnak okozni a játékban. Ha ez megvan, és megvan a hely, ahol beszeretnétek illeszteni a megfelelő építményt, akkor visszafer, visszafer, schematics, és utána beírjátok, hogy list. Rendben, ez ki fogja adni a dolgokat, tét megnyomjátok, és utána rá fogtok klikkeni arra, amelyiket szeretnétek megépíteni, és az be fogja tölteni. Nekem ez az NP volt, ráklikkelek az NP-re, azt írta, hogy beilleszti, most már a vágólapon van a dolog, és elméletileg, most, ha visszaper vissza per fogok nyomni, akkor, hop, pillanatra megálltunk, nagyon sok blokkot, 725.400 blokkot illesztett most be. Ami itt van fölöttem, innen lehet látni, az volt a nullpontom, és most már fölöttem van egy lebegő szívet, sziget, ahova beépített nekem egy nether gyönyörű szép nagyban. Látjátok, ez gyönyörűen néz ki. Nem akarok belemenni, mert nálam instant teleportálás van beállítva. És ez egy gyönyörű, szép, nagy lebegő szigetet most a Nether portállal beillesztette ide nekem a dungeon fölé. Ilyen egyszerűen tudtok várakat építeni, ilyen egyszerűen tudjátok elmenteni a saját dolgaitokat is. Hogyha mentetek egy építményt, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy az építménynek az egyik oldalától a másik oldaláig ki kell másolni, és úgy kell betenni, mint ahogy azt az elején is megtettem. Ami azt jelenti, hogyha például ezt a fát szeretnétek elmenteni, és elvinni egy másik világba, akkor a bal alsó pontját a fának kiválasztjátok, ahonnan szeretnétek kivágni, és fölépítetek egészen egy jobb főső pontig, hogy az egész beleférjen, tehát balegérgomba kiválasztjátok mondjuk itt az alját, és jobb egérgomba pedig a jobb felső részét, és a teljes egész blokkot onnantól alulról fölig kikopizzátok, és utána Skenatis-ként el tudjátok menteni, így például az egész fát, vagy egy egész dungeon vagy egy egész hajót, vagy egy egész kastélyt el tudtok menteni, és arra tudtok rakni, vagy másik világba esetleg bevenni, betölteni, és ott beilleszteni. Én ezt a módszert sűrűn szoktam használni, ugyanis mindenki nagyon sok pályánk volt régebben, és szerettem volna mindent összehozni egy helyre, ezáltal én nagyon sok mindent behozok így ilyen módon is, másik világban elmentem a dolgaimat, amiket elkészítettem, és áthozom őket ide, ugyanis nagyon sok munkával járt, vannak olyan dolgok, amik több hétig építettünk, és így sokkal egyszerűbb megoldani, és így sokkal egyszerűbb dolgozni velük. Ennyi lenne a Wordedit schematics, kacok. A Wordedit maga egy nagyon erőteljes eszköz, és minden Minecraft építőnek ajánlom, ugyanis nagyobb konstrukciókat is el lehet készíteni vele akár rövid idő alatt. A következő héten készíteni fogok egy videót, amiben meg fogom nektek mutatni, hogyan tudjátok magát a Word et használni, nem csak a Schematics beillesztés, illetve másolás részét. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, vagy pedig iratkozzatok fel. A következő alkalomig, sziasztok!